Start. Start, elindult a Kuzin díj mezőnye, és nagyon jól kezdett Vaku MQ, és ő van ott a frontban, mellette pedig Hercules Flevo, Velko Mazsitjel a újdonsült derbi győztes hajtónkkal, mögöttük pedig King Stone színei tűnnek föl Pap Istvánnal, ez tehát az első háromló sorrendje, 10-esre Super TV fotó kezd remekül, három galopja ellenére, tehát nagyszerűen jött el a starttól, Vanadium Boy színei tűnnek föl jó pozícióban, még ott vannak az ötödik helyen, miközben az első, a mezőny első fele már az első jelenesben jár, Vaku MQ vezetésével, Vaku MQ, Hercules Flevo, továbbra is az az első két lóis sorrendje, amikor valók az első jelenesben vannak, vezet egy másfél hosszal, Vaku MQ, Hercules Flevo belül mögé a falra, ez egy döntő momentum lehet a verseny folyamán, viszont egy picit kijön a falról a vezető ló, így aztán át is adhatja a vezető pozíciót, de visszazár Csordás Emil egy körrel, vagy egy szűk körrel a vége előtt. Vaku MQ tehát hármassal továbbra is az élen van mögött a Hercules Flevo, illetve a 10-es számú Super TV fotó, az aki nagyon jó versenyt fut egyelőre Milan Kovacevic-sel. Negyedik hely környékén Kingston színeit látom, majd ott van közel az ő istállótársa Beddington, illetve Vanadium Boy is egészen jó helyzetben üget egyelőre. Vertigo Vioxx az, aki Márton Lajossal most már egyértelműen megkezdi a zárkózást. Vertigo Vioxx nagy lendülettel támad tehát a mezőny végéről, amikor a túlsó egyenes közepe felé jár most már a társaság. Az élen viszont nincs változás, Vaku MQ továbbra is vezet, Vaku MQ mögött továbbra is Hercules Flevo színei bontakoznak ki, aztán nagyon közel van mellette Super TV fotó, és Vertigo Vioxx az, aki most már egyértelműen a front tagja. Beddington is egészen jól mozog ebben a versenyben, és Kingston színeit is most már egyre közelebb látom. Elkezdődik az igazi verseny, amikor 500 méter van még hátra a futamból, két kettesokat az élen, nagyon erősnek tűnik. Vaku MQ, Csordás Emil gyakorlatilag a startóta vezet, Vaku MQ az élen, mögötte a második pozícióban Super TV fotó, aki három gallop után nagyon jó versenye jelentkezik, benne a falon Hercules Flevo a negyedik helyen, nagyon szorosan pedig Vertigo Vioxx színeit látom, ők négyen csatázhatnak véletlenül a győzelemért, de többen vannak még mögöttük remek pozícióban, Kingston például nagyon szoros ötödik helyen, a lovak most már a befutóban járnak, még mindig vezet Vaku MQ, Vaku MQ kézből vezet, Vaku MQ mögött nem tud jönni Hercules Flevo, Vaku MQ tudja növelni az előnyét, küzdelem itt csak a második helyért lesz, Vaku MQ nagyon magabiztos, és Vaku MQ nyeri a versenyt. Vaku MQ mögötte nagy célfotó, talán Vertigo Vioxx lesz a második, és Super TV fotó pedig a harmadik, 3-as, 9-es és 10-es a nem hivatalos befutási sorrend.